Szevasztok és sziasztok! Én Salátok Gitter vagyok, és üdvözlök titeket a csatornámon, és üdvözlök titeket a Minecraftban. Máma azt terveztem, hogy megcsinálom a Nether kihívást, amit Dream Devil talált ki, mert ezt nagyon jó ötletnek tartottam. Igaz, hogy nem hívtak ki, de miért ne csinálhatnám meg, azt mondta bárki megcsinálhatja, és ezért meg is csinálom. És ugye az van, hogy itt egy mélyecske. Szóval úgy kell megcsinálni ezt az egész kihívást, hogy kelleni fog nekünk obszidián, meg ez, szépen megépítsük a Nether portált, és amíg megépítem a Nether portált, addig megjelenítem a kommenteket, ugye a legjobb kommentet és a leggyorsabb kommentet, azt most látjátok, és hogyha azt akarod, hogy a te kommented legyen a következő videóban, akkor írj valami szépet, vagy legyen a tiéd a leggyorsabb komment ez a videó alatt. Na de akkor menjünk is be a Netherbe, és akkor most, hogyha bent vagyunk, akkor először is a cuccokat azt elrakjuk, utána tönkre tesszük a Nethert, és ami után tönkre is tettük a Nethert, az után beállítjuk a játékot először is pékisre, mivel ugye ezt nem kell megcsinálni, de amúgy nem mondta, hogy milyen játékmódban legyen, és én akkor úgy csinálnám, hogy akkor előbb pékisre állítanám, rácok, hogy hát az nem írta a Dream Devil, hogy milyen nehézségbe kell ezt csinálni. Szóval én akkor most beállítottam ezt békésre, és akkor át is váltom magam Mart, ugye, túlélőbe, és hát akkor az lesz a lényege, hogy ugye vissza kell jutnunk a rendes világba úgy, hogy nincsen semmi cuccunk, srácok. Szóval a nulláról kezdünk, és vissza kell jutnunk a rendes világba, és hát amúgy ennyi a challenge lényege, srácok. És hogy ezt hogy kell megcsinálni, azt látni fogjátok most ebbe a videóba, meg Dreamnek a videóját is látni fogjátok, és sőt, a Dreamnek a videóját megnézhetitek az i betűre kattintva, és most pedig megnézhetitek Dreamnek a videóját, most rákattintotok az i betűre, letes, szerintem így el is zártam a lávát, vagy nem, akkor kell nekünk még több ilyen homok, vagy mi ez, ja nem, sikerült elzárnunk a lávát, tökéletes, és akkor most itt át is jönni, hát akkor keresnünk kell fát először is, ami itt is van. Nem tudom, hogy ez most csalás-e amúgy, hogy most békés becsinálom, de nem írt semmit, mondom a nehézségről, és akkor egyenlőre békésre akarom állítani. Látok, nem tudom ti, hogy látjátok, viszont akkor most gyűjtök egy fát, és akkor utána gyűjtök egy kis aranyrögöt, és utána majd akkor brigglineket kell találnunk, és akkor vissza is jutunk ugye a rendes világba, ugye, az lesz a videónak a ugye vagy lényege. Oké, ez hogyha rendes tűz volt, én úgy tudtam, hogy valami másmilyen textúrája van a tűznek, viszont akkor kéne nekünk, akkor ugye az alap dolgokat ugye kraftoljuk le, kell nekünk ugye parkács asztalból pedig kellni fog nekünk egyenlőre csákány, tehát facsákány, ugye, más nem lehet így szerezni, és kelleni fog nekünk kart. Ja, hogyha rákattintok a i betűre, akkor ott van ugye Dreamnek a videója is, meg a csatornája is, ugye, és látszok, nem is tudom, hogy most hol kéne találnunk aranyat, ott fent az, hát az nem úgy néz ki, srácok. Hát eddig nem haladunk jól, srácok, már 5 perce megy a felvétel, mi nem találtunk egy aranyrögöt se, hát ami nem jó teljesítmény, annyit. Mondok, hogy ez nem jó teljesítmény, srácok. Ja, ez nem egy jó teljesítmény. Nem itt terveztem. Viszont ezen úgy fel lehet másznom. De most nekünk nem az dolgunk. És ott is van ugye az első arany. Rög. Most átépítsünk oda. Vagy nem akartam rárakni. Most megértően találunk egy csomó, szóval itt van egy, ott van. Meg ott lent is van egy. Viszont kellene nekünk még több blokk. Ezt is sükjük ki, emléletileg elkapjuk. 4 darabot adott, az jó. Tökéletes, így. Ez is adott még egy bakker. Ja, feltöltődik ugye az életünk, mert ugye békés múlva vagyunk. Na, ez már egy aranyrúdra elég lesz. Hát nekünk több kéne, hogy olyan 64 biztos kell. Hát Dreamdevilnek mennyi kellett bakker, hogy ja, hogy alattunk blokk. Ez ugye. Mennyi kellett neki, mennyiszer? Ja, szóval mennyi aranyrút kellett neki, hogy végre összejött ugye a 10 obszidián. Ez nagyon sok, szóval nekünk is kell lenni. És hát ez nagyon nehéz, frácok, mert alapból nagyon kevés az esély rá, hogy obszidiánt
adnak a piglinek, ha értétek, hogyha odaadjuk nekik ugye az aranyat, azért kell nagyon sok aranyat gyűjteni, hogy akkor biztosan kapjunk már egy párat, már az első piglin találkozásával, ezért vagyok egyelőre békés módban, hogy szépen gyűjtsek szép lassan arany. Hát, itt is van a következő, lehet, hogy akkor timelapse-be gyűjtöm akkor ezeket össze, úgyhogy akkor mehet a timelapse. Na srácok, összegyűlt nekünk egy kis aranyrögünk, azokat át is craftolom aranyrúddal, srácok. Most már van 18 aranyrudunk, tudom, hogy ez nem annyira sok, srácok, de hát tényleg nagyon nehéz, mert hát 9 darab kell ugye egy darabhoz is, szóval hát így tényleg ez egy nagyon nehéz, ez a challenge, szóval hát eddig jutottam, srácok. És akkor én azt csinálnám most, hogy én most csinálnám magamnak valamilyen ilyen barikádot, búvóhelyet, ahol be tudok bújni, és akkor utána oda csalogatnám ugye a törnyeket, úgyhogy akkor azt meg is csinálom. Vagy lehet, hogy ezt úgy kéne, hogy így, és akkor ide felállok, és akkor ugye innen leütöm őket, de akkor állítsuk is be a módot könnyűre, és akkor most várok, srácok. Akkor remélhetőleg lesz ugye a húsunk is, mondjuk az nem mindenképpen kell, de ilyen aranyrudat azért kéne. Aranyrudat azt mindenképpen el kéne cserélni. Ó, van egy kis gond, eltűnt a csákány. Nagyon gyorsan craftolok még egyet, míg mielőtt valami megszámad. Ez jó lenne, hogy például egy piglin megtámadna, mert akkor nem kéne őt majd keresnem. Ez mondta, akkor meg meghalnák hamar, az meg nem akar. Szóval akkor én... Mik ezek a hangok, srácok? Ide sem tudnak feljönni, mi? Na jó, akkor az lesz a terv, felállítom nehézre, hogy nagyon sokan jöjjenek. Ó, viszont akkor mindenféle fog jönni, nem? Aszát, mondjuk most nem fognak eltűnni. Az jó sok, srácok, mi az, hogy három Enderman csak úgy ide spawnol hirtelen a semmiből? Már le is megy a húsfilm, srácok. Hát nem tudom, srácok, hol lehet piglineket találni, viszont kellenének, srácok. Jó lenne, hogyha találkoznánk piglinnel, mondjuk, hogyha most találkoznánk piglinnel, és adna vagy kettő obszidiánt, akkor még elég jól állnánk, a hármat akkor meg már tökéletes lenne. Viszont akkor hol vannak a piglinek? Látok, könnyűre van állítva, ugye? Nem tudom, tényleg lemerészkedjek-e? Tényleg elég erősek ezek a mobok, úgyhogy vigyázni kell velük. Átugrok, nem akarok leesni se, az én nézem felém, hogy nem van ott valami. Van még aranyrög, de most már amúgy nem igazán kéne ott nekünk, úgyhogy hát még kell nekünk, srácok, még nagyon sok kell nekünk. De meg kéne csinálni ugye az első cserélést, első ugye trade-ünket azzal a piglinnel. Hát valahogy nem találok egyet se, ez az eléggé nagy gond amúgy. Hát akkor ezeket itt kiüssük. Nem tudom, hogy egy kicsi időre miért jelenik meg az inventory, ezt még mindig nem értem. Ezért ez csak ilyen bug, ugye, mert ez még nem teljes verzió. Na jó, srácok, az a baj, hogy nincs tervem. Megint lett egy pár dolgunk, a kapcsolók is lesz szerintem már most rögtön. 4 darab, az nem is már rossz. Már csak egy kéne, srácok, még egyhez. Ez a legrosszabb, srácok, hogy csak egy kell. Egy darab, ötüren nem lesz meg, ugye, mert ez egy darab nincs. Értézik. Egy darab hiányzik. Jó lenne, hogyha találnánk piglin, srácok. Könnyűben nem szó. Fakke, hát gondolom, de már nem jönnek a piglinek. Hát akkor amúgy lehet, hogy egy pár szó vagy valami kimarad ugye így a mondatomból. Ugye nem hallatszúrik a mikrofonba, és az azért van, mert hogy túl messze megyek a mikrofontól. Azért elnézést, hogyha nem értétek rendesen a mondatot, mert egy pár szó kimarad. Jó, csak ezt tisztázni akartam, hogy tudjátok, hogy miért
Ilyen furcsák a mondatok, ha egyáltalán azok en. Igen. Ja, remélem nem sebződök. Oké. Sebződtem. Hát akkor mit kéne csinálni? És hogy kéne ezt az egészet csinálni? Oda nem kéne leesni. Azt kell mondani, hogy ide kell leesni, vagy mi? Vagy hogy kéne ezt csinálni, hogy ne esek le? Akkor oda átépítek, srácok, viszont akkor most már kell lenni, a blokkok elkezdek kifogyni. Van 22, srácok. 22 aranyunk. Most már nem kéne meghalni, remélem nem is fogok meghalni. És amúgy fél órája megy a felvétel, srácok. Az amúgy még nem is olyan rossz, szóval igaz, hogy egy obszidiánunk sincsen, meg begyújtónk sincsen, de nem tudom. Srácok, meg kell csinálni ezt a challenge-et. Ha megcsinálom ezt a challenge-et, akkor csinálok egy challenge sorozatot, srácok. Ha nem sikerül, akkor nem sikerül, srácok. Az viszont nem lenne jó, én akkor elég szomorú lennék, hogyha nem sikerülne ez a challenge, hogy igyekszek azon, hogy sikerüljön, de viszont szerintem, hogyha sokkal van itt, akkor itt nem lesznek piglinek, úgyhogy én talán egy olyan helyet, ahol nincs ennyi fa. Vagy lehet, hogy ez a másik fa, ugye kettő fajta fa van, akkor ennél a fánál ugye nincsenek, hanem a másik fához kell menni. Várj, ott gyűjtök egy kis blokkot. Na, srácok, gyűjtöttem egy pár blokkot, ugye 41-et, hogy itt könnyebben tudjak közlekedni, vagy nem is ebbe az irányba akartam menni, srácok, mi? Mert ez hamar elfogynak ezek a blokkok, srácok, és akkor kéne még egy párat gyűjteni. Na jó, srácok, akkor az a terv, hogy akkor most átállítom normálisra a játék módot, és remélem, hogy akkor már jönni fognak piglinek. Meg hát a malacok igaz, hogy erősek, de hát nem ártana egy kis kaja. Nem tudom, hogy ez csalása, hogyha most átváltok békés módra, és akkor úgy töltöm fel ugye a kajacsigom, de itt át kéne úrni, igen, sikerült az átugrás. Hát, nincs itt semmi, srácok, csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok Enderman. Miért van ott 5 Enderman? Most nem fogok rájuk menni a XG-rem, vagyis hát ezzel a luszton, mert akkor ugye észrevesznek, de hogy bakker, az észrevett. De rá sem néztem, srácok, nem néztem rá. Srácok, nem néztem rá. Egyre sem néztem rá. Mi, csak úgy gondol egyet, azt rám jön, vagy mi? De ez most haldoklik, vagy mi? Ez a... Csak úgy gondolnak egyet, azt megtámadnak, srácok. Ez nekem nem tetszik, srácok. Ez a hang. Miért támad? Miért nem jönnek piglinek? Na jó, srácok. Szépen átállítok. Átállítom magamat. Békés. Ez meg. És aztán átállít magamat, könnyű, vagyis no. Na. Probléma megoldva. De srácok, miért nem jön sem, miért csak... Én ezt nem értem, srácok. Na jó, akkor srácok, akkor most keresek piglineket timelapse-be. Szóval akkor kezdjön is a piglin keresős timelapse, meg szerintem akkor az idő alatt egy pár aranyrögöt is össze fog fedni. De viszont akkor mehet a timelapse.
Bakker, srácok. 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 Srácok, mi történt, srácok? Szerintem elcsesztem a challenge-et, igaz, hogy... meg szabad benne halni, ugye... Dream is meghalt benne. De hát az a helyzet, srácok, hogy egyszerűen nem találok piglint. Igaz, hogy most békés állítottam. De amikor könnyű volt, akkor se, srácok. Úgyhogy most látom nehézre, srácok. Szépen tönkreteszem a portált. Látok, én nem hiszem el. És most szépen bemegyek a game mode. Spectatorbe. Hol is voltak a cuccaim? Hát valahol lent, mert ugye leestem és abba haltam bele, srácok. Ez nem az utcom. Aha, srácok. Nem hiszem el, srácok, már annyi mindenem volt. Nem tudom, hogy kell beállítani a Keep Inventory, srácok. Figyelj, itt van. Rámegyek, beírom, hogy K, aztán I. Nincs semmi. Vagy... he. Nem tudom, srácok. Nem tudom, srácok, hogy ezt nem kéne megcsinálni. Srácok, akkor hát én ezt kinyilvánosítom, úgyhogy nem sikerült challenge-nek. Nem tudom, hol vannak a cuccaim, hát most kezdhetném, akkor várj, srácok. Már 55 percet próbálkozok, most meghaltam, 28-szor hanyom oda veszed. Jó, srácok, akkor csináljuk úgy, hogy most azt a 28-szor hanyat odaadom magamnak, és akkor most trédelek ezzel a csávóval, jó? Négy, srácok, vagy nem tudom. Nem tudom, srácok, nem veszettem egyszerűen, jó? Srácok. Ez a csávó, ez hogy lát engem? Spectit módba. Jó, srácok, akkor átváltom magamat, és nem tudom, srácok. Nem tudom őszintén. Igazából amúgy kiutottam, de hát meghaltam, úgy nyitottam ki. De hát nem tudom, srácok. Nekem ez a challenge, ez nem megy, srácok, úgyhogy akkor még azért... na, akkor... odaadom magamnak az izé aranyakat. Várjon már. Arany. Adok magamnak egy párat. Rédelek ezzel a csávóval, azt megyek innen a fenébe. Hát már srácok. Olyan mondom. Elegem van ebből. Nem akarom mondani újra kezdeni srácok, de egyszerűen nem találtam piglin, meg semmi, értitek? Ez így hogy kellett volna, és akkor... egyszerűen nem tudok leesni, az mi. Na jó, akkor... hát is váltom magamat. És... ez egy... game... survivor. Bakker, ez íjas! Erre kell most látom. Hát bocs, hogy én ezt most így csinálom, meg srácok, de hogy kéne máshogy? Komolyan nem ér neked obszidiánt ez az arany, srác? Nem ér neked az obszidiánt? Tedd már fel. Nem igaz, srácok. Á, ott egy kicsike! Bakker, srácok. Hagyjál már békén, te... jó van. Fajl, srácok. Elegem van, srácok. Akkor nem sikerült ez a kihívás. Nálam nem működött úgy, hogy kellett volna.
20 évig keresem a piglineket, nem találtam most, hogy kellett volna srácolva. Hát akkor ez nem sikerült. Mondjuk máskor talán még egyszer megpróbálom, de... Hát ez most nem sikerült srácok, de... Szerintem ezt még egyszer majd valamikor meg fogom próbálni. De most már tényleg nincs kérem srácok, ez... Nem tudom, nagyon kicsi szerintem. Úgyhogy akkor... Ha így is tetszett srácok, hogy nekem nem sikerült, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel, és hogyha nem akarsz lemaradni újabb tartalmakról, mint hogyha például még egyszer megpróbálok ezt a challenge-et, vagy valamikor felrakok egy olyat, hogy hogyan építs vízházat a Minecraftban, hogyha arra kíváncsi vagy, akkor nyomd meg a csengőt, és meg kapni fogsz róla értesítést. De akkor találkozunk a legközelebbi videóban, viszlát és hello!